Én nem érzem magam elég bátornak ahhoz, hogy akár egy magam vagy néhány társammal együtt kiálljunk. Még nem. December 8-a csütörtökre a pedagógus szakszervezetek újabb országos sztrájkot hirdettek, hogy tiltakozzanak az oktatás helyzete ellen. Sok helyen a diákok is sztrájkoltak. Eljöttünk egy Fejér megyei kisvárosba, Mórra, ahol a helyi Táncsics Mihály gimnáziumban senki sem sztrájkolt. Kormánypárti vagyok, meg a politikával amennyire van hozzá látásom vagy rálátásom, azzal egyetértek, kivéve az oktatásügy területe, mert itt azért jócskán voltak, én úgy érzem, hogy hibák. Tanári kar itt a Móri gimnáziumban mit gondol úgy általában ezekről a követelésekről, meg a megmozdulásokról, mit hall tőlük? Én tulajdonképpen amit tudok, hogy mindenki egyetért vele. A tiltakozásokról ebben az iskolában is tudnak, reggel egy szolidaritás feliratú molinót feszítettek ki a kerítésre, délben pedig több tanár is kijött, hogy itt fényképezkedjen. Közülük azonban többen azt kérték, hogy nem utassuk az arcukat. Ezt ön rakta ki? Igen. Tudom azt, hogy minden pozitív visszajelzés vagy megerősítés számít azoknak, akik ténylegesen sztrájkolnak, ténylegesen megteszik azt, amit tudnak. És ez egy gesztus feléjük, hogy együtt vagyunk, én legalábbis gondolatban, meg azokkal a kollégákkal, akikkel még itt vállaljuk a kiállást. Most a Móri gimnáziumban senki nem sztrájkol. Hogyha mondjuk ön egyetért ezekkel a követelésekkel, akkor hogy nem sztrájkol, amikor országos sztrájknap van? Ez a hiba bennem keresendő, tehát én nem érzem magam elég bátornak ahhoz, hogy akár egy magam vagy néhány társammal együtt kiálljunk. Még nem. Ehhez bátorság kell, hiszen elvileg nem érheti retorziót, a tanárokat, akik a törvényeket betartva sztrájkolnak. Ezzel most gondolkodnom kell. Hát igen. Tehát bátorság kell ahhoz, hogy ha az ember nem érzi a közvetlen környezetében, és itt akár közvetlen, akár a nagyobb környezetemben a támogatottságot. Ha érzem azt, hogy az embernek a szavát kifordítják, és ezt is vállalni kell tudni. Vagy el kell fogadni, hogy igen, lehet, hogy az lesz. Nem olyan következmény, hogy kirúgnak, vagy akármi, de ha csúnyán néznek rám, és tényleg, ahogy mondtam, hogyha kifordítják az ember szavát, vagy szándékát. Mindenki többet szeretne keresni, nem? Sikerül nekik, összejön, akkor jó. Mi, mint diákok, nem lettünk erről különösebben így tájékoztatva, vagy nem beszélünk erről az iskolában, de nyilvánvalóan a médiában hallottak alapján nyilvánvalóan tudjuk, hogy mik azok a követelések, illetve elvárások, amiket tényleg a tanárok meg szeretnének kapni. Nem nagyon éreztetik velünk azt a pedagógusaink, hogy mondjuk ők most keveset keresnek, vagy nem keresnek eleget, sokkal inkább az oktatás szisztematikus problémáiról beszélgetünk. Fáradt arcokat azért elég nehéz eltéveszteni, szóval érezhető az, hogy amennyi munkát beletesznek a pedagógusok abba, hogy mi olyan körülmények között, olyan minőségben tanulhassunk, amiben mi egyébként tanulunk, őket egyáltalán nem fizetik meg annyira, mint amennyire meg kellene. És ezt lehetséges, hogy néha egy-egy vicc formájában elejtik számunkra, viszont az borzasztóan tisztelem bennük, hogy nem nagyon keltenek úgymond bűntudatot bennünk, vagy bármi ilyesmi. Kirúgtak több tanárt is budapesti gimnáziumokból, ahhoz mit szól? Ez a hatalom arroganciája. Az egyértelműen az a véleményem. Én már nem most vagyok a pályán, tehát ez nem érzem új keretű dolognak. Mindig is volt ilyen. Hát meg ugye a sztrájk törvényt is eléggé megszigorították még tavasszal. Hogyne. Hogyne. Most erre viszont nincs véleményem, mert jelen helyzetben, hogy ezt lehet háborús helyzetnek nevezni, vagy sem, egyértelműnek tartom, hogy mondjuk egy háborús helyzet az azért más intézkedéseket igényel. Nem, egyáltalán nem vagyok hívő a diktatúrának, de a túlzott liberalizmusnak sem. A szabályzat, mi szerint a tanároknak tilos a sztrájk, szerintem ez egy elég erős szabályzat, amit nem kellett volna meghozni, ugyanis szerintem mindenkinek alanyi joga kéne, hogy legyen, hogy a véleményét nyilvánosságra hozhassa. Kényszerhelyzetben vannak a tanárok, hiszen nincs lehetőségük, a sztrájktörvényt lemódosították, a polgári engedetlenséget megtorolják, sorba rúgják ki a tanárokat, a fizetésük a béka segge alatt van. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyetlen egy lehetőségük. Nekünk is van pedagógus a családban,
tudjuk, hogy mivel jár. Nem egyszerű. Mai országos sztrájkban itt a gimnáziumban senki nem vesz részt. Tudtommal nem. Hát a vidék meg a főváros az azért mindig, nem az, hogy szakadék, de mindig van közte mondjuk néhány lépésnyi távolság. Fontos lenne egyébként ön szerint, hogy itt is határozottabban kiálljanak a pedagógusok? Ez nehéz. Hirtelen erre nehezen tudnék válaszolni. Én inkább azt mondom, hogy ebben a helyzetben talán nem éppen időszerű. Azért itt ebbe a sztrájkba belejátszott a politika is. Ilyen szempontból én ezt azért az oktatás ügyét a mindenkori aktuális politikával nem hoznám összefüggésbe. Hogy úgy érzi, hogy itt van egy ilyen ellenzéki vonal ebben a mostani tiltakozás sorozatban? Amikor indult, akkor azt határoltan éreztem, ugyan választásokkal egy időbe, azt én határoltan politikainak indítatásúnak éreztem, akkor nem is vettem benne részt, sőt, akkor föl voltam háborodva. De egyébként hozzáteszem, hogy maximálisan egyetértek, hogy ideje lenne a pedagógusokkal foglalkozni. Ön is mondta, hogy ön szerint jogosak a követelések, hogy ön szerint mondjuk itt Móron is kéne, hogy sztrájkoljanak, vagy jobban bele kínáljanak a tanárok ebbe a dologba? Hát az se lenne jó, mert akkor meg a gyerekek kell, mire a szülők dolgoznak, nem? Tudomásom szerint sztrájkolnak máshol is Budapesten, nem csak a tanárok, de keresgéltem a hírekbe, csak a tanárokat találtam meg, tehát őket valaki biztos pénzeli, mert kipénzelheti ön szerint? Hangosító, meg mit tudom én mi, minden rendelkezésre áll, utána meg még zene, meg minden, aztán amikor lefújták pillanatok alatt mindenki hazamegy, biztos addig voltak megfizetve, mert azelőtt is voltak diákok megfizetve, hogy üljenek ki a hídra, meg ide, meg oda, nekik aztán tök mindegy, hogy hol nyomkodják a telefonjukat, valamennyi pénzért kiülnek oda, aztán ott elücsörögnek. Ki pénzeli őket ön szerint? Hát van itt ellenség bőven. Akkor mindig ilyen volt. Meg valószínű félnek, féltik. Amióta a most akármeddig visszamehetünk Mór történelmébe, tehát ez sose volt egy lázadó, egy ellenálló rész. Itt ugyanúgy hát mondhatjuk azt, hogy megfélemlítés van, és itt aztán kőkemény Fidesz uralom van, tehát biztos, hogy ez az oka. Fejér megyei 2. választókerületben vagyunk, ahol Törő Gábor majdnem 10% pontos győzelmet aratott ellenfele felett. Úgy érzem, itt ebben az egy mondatban már minden benne van, ami miatt van ez a lesütött szem mechanika szerintem, mint a minden társadalmi rétegben ott van, hogy mindenki valamennyire félti azt a keveset is, amilyen van. Sok iskolában a diákok is sztrájkolnak, tüntetnek, vannak tüntetések, amiket diákok szerveztek Budapesten. Erről hallottál? Ehhez mit szólsz esetleg? Igen, hallottam róla. Ez egy nagyon-nagyon szerintem egy igazán jó dolog, hogy kiállunk a tanárokért, és azért, amit gondolunk. Nem vagyunk annyi, mondjuk az ötvös gimi Pesten, ahol tényleg meg lehet egy teljes több száz emberes tornacsarnokot tölteni emberekkel, kirakni a logót, viszont szerintem a mi saját kis 200 fős iskolánkba is valamilyen módot kell, hogy találjunk arra, hogy támogassuk a pedagógusainkat. De akkor ez nem elég szerinted, hogy kiraktak egy ilyen lepedőt, vagy egy ilyen molinót a kerítésre? Egyetemben nem elég. Valamennyivel többet kell tenni mindenképpen. Egy-egy napon van esetleg egy olyan felhívás, hogy aki esetleg ilyen csendesen szeretné a tanárokat támogatni, esetleg valamilyen egyenruhában megjelenik, és akkor így támogatjuk őket, de úgy érzem ennyi, amit jelenleg összefogva tudunk tenni itt. Azért Mór elég kisváros ahhoz, hogy egy ilyen nagyobb volumenű dolgot véghez tudjunk vinni, és annak tényleg nagy vízhangja legyen. Ha mondjuk nézi a hírekben a kollégákat Budapesten, vagy a nagyobb városokban, és látja, hogy ott sztrájkolnak sokan, vagy polgári engedetlenkednek, vagy akár nem tudom, ülő sztrájkolnak a diákok, akkor hogy érzi magát, mit gondol ezekről? Azért is mentem el 26-án Budapesten a Kossuth téren a tüntetésre, hogy erőt merítsek belőle. A tanárainkat, akik esetleg egy-egy poszt erejével tudják ezt az egész dolgot támogatni, őket próbáljuk bátorítani erre a dologra.